A világ fuldoklik a széndioxidban, egyéb gázokban, miközben az atomenergia talán az egyetlen tiszta energiaforrás, amelyet tömegesen lehet előállítani. Ezért nagy öröm, hogy a magyar atomerőműnek az élettartamát úgy tűnik akár 2 évtizeddel meg lehet hosszabbítani. Hogyan gondolkodnak erről a különböző egymást váltó kormányzatok? Én remélem egyformaképpen, hiszen a gazdasági realitást és az erőmű stratégiai jellegét nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezért öröm számomra az, hogy mind a legköszönő, mind az új kormány az erőművet nem akarja privatizálni, az élettartamát hosszabbítja és a munkáját elismeri. Ennek megfelelően mindenhol jól állunk, parlamenti vitanap 4 órájában gyakorlatilag 4 óra dicséretet sikerült hallanunk, ami számomra és az erőművesek számára öröm volt, és ennek ugyanakkor örömnek kell lenni az országnak is, hiszen mindnyájan a paksi áram révén vesszük olyan olcsón az energiát, mint amilyen olcsón vesszük, ahhoz képest amilyen drágán vennénk, a paksi erőmű nem lenne. Kétségtelen, bár azért jegyezzük meg, hogy az utóbbi időben elég jelentősen megugrott a Paksról kapott villamosenergia ára. Tudom, ebbe benne van a jövő előkészítése is. Így van, és szerintem bármelyik néző kiegyezne a mi 760-as árunkba a 22 forintos konnektorból jövő áram árával szemben. Ez persze vicc volt, hiszen egy csomó járulékos költség, a transport és egyebek tevődnek erre. De a paksi atomerőmű ma is még a létező legolcsóbb árversenyben messze tartalékokkal bíró erőmű, ami mind az antiinflációs politikában, mind a lakossági kvázi olcsó áramár szinten tartásában oroszlán részt vállal. Tehát ennek megfelelően ezt így kell nézni, ezt a kérdést. Ez az erőmű még legalább terveink szerint 20, illetve annál több évig fog élni. Ehhez azonban már egy új generáció kell, amelyik majd tovább építi, részben üzemelteti, biztonságáért szavatol. Mit tesznek ennek érdekében? Hát egyrészt van egy cégünk, ami 100%-os tulajdonú, ez az Atomix, amik előszobája a paksi atomerőműves munkavállalói státusznak. Fiatalokat ide vesszük föl, itt képződnek, és a kiválasztottak beléphetnek a hőremélt erőműves alkalmazotti státuszba a relatíve nem rossz jövedelemmel és a sok szolgáltatással tesszük ezt kívánatossá. Másrészt az utánpótlás nevelés az Pakson a főiskolán, a műegyetemen vagy bármely más helyen elképzelhető. Ezt a kérdést eddig relatíve mostohán kezelték, most kezdtük ezt a kérdést jobban exponálni, és remélem, hogy a politika ebben besegít férőhelyek biztosításával, illetve a képzés lehetőségeinek támogatásával. Maga a paksi atomerőmű elég jelentős összeget, 400 alány milliót fordít arra, hogy ezt az iskolát támogassa. Ennyi a mi teherbíróképességünk. És szeretném, hogy nem csak graduális, hanem posztgraduális képzés is lenne Pakson. Például a régi szisztéma szerint, ami egy darabig működött, majd az utóbbi néhány évben már nem, hogy a műegyetemnek kvázi egy kijelzett tagozata, vagy a Dunaújvárosi Főiskolának, ahol 3 évet az erőmű közelében képződnek a diákok, majd a záró 2 évet a műegyetemen végzik el, és így lesznek okleveles mérnökök. Egy ilyen könnyű kimondani azt, hogy élettartamot hosszabbítunk, növeljük a biztonságot. Ehhez jelentős, nem csak gyakorlati, hanem elméleti kutatás is kell, elméleti megalapozás. Mennyiben támaszkodnak a hazai agybázisra, hazai kutatásra? Hát mondhatnám maximálisan, és ugyanakkor azt is mondom, hogy amennyire tehetjük, hiszen néhány cég privatizált módon megmaradt, aki kiváló szakmaiságot képvisel, de ugyanakkor néhányan ellenyésztek, és igyekszünk
azon ember és szakmai hátteret, amely ezeknél a picit néha kallódó cégeknél vagy embereknél megjelenik, szemmel tartani, esetleg segíteni abban, hogy egyben maradhassanak. A különböző magyar és külföldi tulajdonú cégek tudósait, mérnökeit munkával látjuk el, mi több eredményét hasznosítjuk, és ezáltal tervezzük az élettartam hosszabbítás korán sem egyszerű folyamatát. Ennek előkészítő munkáiban gyakorlatilag az összes erre alkalmas mérnökiroda részt vesz, örül neki, és ugyanakkor szakmai kihívásnak is tekinti, nem csak pénzkeresetnek. Végül még egy utolsó megjegyzés. Önök nagyon tiszteletre méltó módon igyekeznek a közvéleményt megnyerni, megmagyarázni a folyamatokat, döntéseket, esetleges vész eseményeket is. Talán az egyetlen olyan magyar nagyvállalat, amely rendszeresen az újságírókat nem csak összehívja, hanem még például urántollal a legjobbakat jutalmazza is. Ennek milyen eredménye van? Hát ez több okból fakad, kezdjük messzebbről. Egyrészt azért, mert én azt hiszem, hogy a média szerepe ebben a kérdésben még talán fontosabb, mint más területeken, hiszen az emberekben óhatatlanul is élő a tájékozatlanságukból, vagy pedig a mondjuk a félreinformáltságukból eredő aggodalmak oldásában. Így egy jó partneri kapcsolatot építettünk ki azon szakújságírókkal, akik ebben segítenek és korrekt információkat adnak. Másrészt pont a dolog picit misztikus, és ugyanakkor elég sorsdöntő mi voltából is fakad az, hogy mi ezt a kérdést kiemelten fontosnak kezeljük, mind akár ez a mai nap is bemutatja, vagy az egyéb eseményeink, és a jövőben is ezt fontosnak tartjuk, mind a belső, mind a külső kommunikáció, ami színrelépésünkkel megújult, és ezt a trendet csak javítani, fokozni szeretnénk, nem visszalépni belőle. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!